Melyiket próbálod ki? Üljön föl rá! Már látványában is lenyűgöző új udvar várja ezentúl a kazincbarcikai angyalkert görögkatolikus óvoda apróságait. Nem csak a játékok színesek, hanem a terület egy részét borító gumiburkolat is. A többfunkciós udvar a gyermekek változatos fejlesztését teszi lehetővé a szabadban. Ilyen motivációs megoldás például a tankert vagy a mezítlábas ösvény is. Kivitelezését hosszas, 7 éves várakozás előzte meg, amely idén a Magyar Kormány Országos Óvodafejlesztési Programjának keretén belül valósult meg, hangzott el az udvar átadó ünnepségén, ahol Kovács Erika óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően az óvodások műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A Miskolci Egyházmegye mint fenntartó nevében dr. Nagy Máté Sarolta nevelési és oktatási osztályvezető mondott beszédet. Hangsúlyozta, aki a gyermekek számára épít vagy felújít, az bízik a jövőben, a jövőt építi. Az Angyalkert görögkatolikus óvoda 2011-es alapítása óta folyamatosan épült, korszerűsödött. 12 év van mögöttünk, de az intézmény fejlesztés története semmit sem érne, hogyha nem lettek volna itt ezek a gyermekek, akiket a családok ránk bíztak. Köszönet a szülőknek, akik ideíratták az Angyalkert óvodába a gyermekeiket, és akik meglátták, hogy a görögkatolikus egyház biztos alapot tud biztosítani gyermekük lelki testi fejlődéséhez. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, az egyházi intézmények küldetése a tanításon, oktatáson, nevelésen kívül többletet adni a gyermekeknek, ráirányítani figyelmüket Isten szeretetére, jóságára. Dr. Orosz Atanáz megyés püspök Isten áldását kérte a kazincbarcikai Angyalkert görögkatolikus óvoda új játszó udvarára. A Szentlélek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Atanász püspök Máté evangéliumából idézett, miszerint ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez is bizonyítja, hogy a gyermekek önfelett játéka lehet maga a mennyország elővételezése, fogalmazott a főpásztor. A gyermekeket az óvodában nem csak okítani, nem csak etetni kell, hanem sokkal fontosabb az, hogy az önfelett játékban fölkészítsük őket a nagy életre. És ha ez kimarad valahol, ahogyan azért némely helyeken kimarad, a gyermek is megérzi hosszú távon. Ahol viszont ez jobb körülmények között zajlik, ott a gyermekek jobban fejleszthetők. Kovács Erika óvodavezető televíziónknak elmondta, az óvoda épületének felújítása óta folyamatosan várták azt a napot, amikor átadásra kerülhet ez a korszerű óvodai játszóudvar. Nagyon örülnek a fejlesztésnek, mert a közösségüknek igazi ajándék. Itt a hátam mögött is látható a gyönyörű bárka, ami egy picit a Noé bárkáját is szimbolizálja. Nyilvánvaló, hogy a keresztény gondolatot is tovább adva vagy átültetve a gyerekek szívébe, lelkébe, hogy egy csónakba, egy hajóba evezünk, ha már ugye Krisztus a mi nagy tanítómesterünk. Ez a játék is, ahogy látszik is, egy kombinált játék, tehát több funkció is van a kapaszkodástól, a kúszás, mászás, csüngés, függés, ez mind hozzátartozik elemi mozdulatai a gyerekeknek, és én úgy gondolom, hogy ebben fog jelentősége megmutatkozni, hogy hogyan tudnak fejlődni ezekben a képességekben. Az ünnepség szalagátvágással és szeretett vendégséggel zárult.